A nyári időszakban is érdemes időpontot foglalni a NAV ügyfélszolgálatain az ügyintézéshez. A részletekről a Baranyai sajtóreferens tájékoztatta stábunkat. Barlai Krisztina Adópercek című műsorunkban elmondta, hogy ennek a legegyszerűbb módja, ha interneten keresztül foglal időpontot az adózó, de a központi ügyfélszolgálatokon is megteheti ezt. Legfeljebb 2 hétre előre, és legkorábban az időpont foglalását követő második napra lehetséges ügyintézést előjegyezni bárhol az országban. Ez azt jelenti, hogyha például valaki Pécsi és éppen Debrecenben tölti a nyarat, és elintézendő adóügye van, akkor a debreceni központi ügyfélszolgálatra is tud időpontot foglalni, a foglalástól számított második napra. Ilyenkor az ügyfélnek kötelező megadni adóazonosítóját és nevét, valamint vagy az e-mail címét, vagy a telefonszámát. Ezután szinte az összes ügyben lehet időpontot foglalni. Ez azt jelenti, hogy például igazolás kérelme nyújtásához, vagy pedig adószámigényléséhez, folyószámla, adószámla egyeztetéshez, egészségügyi szolgáltatási járulékügy intézéséhez, vagy egyéb kérelmek benyújtásához, tájékoztatás kéréshez is lehet időpontot foglalni. Emellett különböző adóhatósági igazolás, ügyfélkapu ügyintézés, de akár csekkigénylés ügyében is kérhető időpont. Amennyiben a kérelmező nem személyesen a saját ügyében jár el, csatolnia kell a képviseleti jogosultságát igazoló okiratot. Ennek hiányában vagy nem megfelelő igazolás esetén az adóhatóság az eljárást visszautasítja.